A nők jogainak tiszteletben tartására szólította fel a tálibokat az a néhány tucat afgán nő, akik a kabuli elnöki palota előtt tüntettek pénteken. A résztvevők követelték, hogy vegyék be a nőket is az új afgán kormányba, amely a várakozások szerint akár már ezen a héten megalakulhat. Mindannyian egyenlőek vagyunk, részt kell vennünk a döntéshozatalban, a politikában, az oktatásban, a munkában. Mindannyiunknak vannak jogai, nem hallgathatunk otthon ülve. Amint a tálib kormány megalakul, nem fogják engedni, hogy bármiben is részt vegyünk. Pont úgy fognak viselkedni, mint 20 éve, nem bízhatunk bennük. Ha Amerika és a többi ország megbízik bennük, akkor miért menekítették ki az embereiket? Ettől én is és a többi afgán nő is megrettentünk, mondta az egyik tüntető. A tiltakozó nők nem akarnak visszatérni a háború előtti brutális állapotokhoz, meg akarják tartani jogaikat, amelyeket a nyugati védnökség 20 éve alatt elértek. Sokan a nemzetközi közösséget hibáztatják, amiért magára hagyta Afganisztánt, és nem gondoskodott róla, hogy a nők jogait tiszteletben tartsák. A tiltakozók megpróbálnak eljutni a belügyminisztériumig, de a tálibok szerint nem kellene itt lenniük, haza kellene menniük, mert ott az ő helyük, számolt be a látottakról az Euronews tudósítója. Az eddigi tálib nyilatkozatok alapján a nők nem reménykedhetnek benne, hogy részt vehetnek majd a kormány munkájában, vagy vezető pozíciót kaphatnak, annak ellenére, hogy a tálibok a világnak jelenleg azt a képet sugallják, hogy 20 év alatt alaposan megváltoztak, és a megegyezésre törekszenek. Minden afgán biztonságban van, mindenkinek kegyelmet hirdettünk, akár bűnöző, akár nem. Az életek, a tulajdontárgyak biztonságban vannak. Elsősorban az iszlámot fogjuk szolgálni, és utána az országot. Ez a kötelességünk. Akik elmentek innen, azokat visszavárjuk, hogy együtt építsük fel az országot, nyilatkozta az Euronews-nak az egyik tálib. Az új afgán kormány legfontosabb feladata a gazdasági összeomlás és a humanitárius katasztrófa elkerülése lesz. Az ország évek óta a külföldi segélyektől függ, amelyeket a tálib hatalomátvételkor a nyugat befagyasztott.